Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Mint egy másfél héttel ezelőtt egy rendkívül fontos Siófok város fejlődését jelentős mértékben segítő beruházás elindulásáról, megvalósulásának lehetőségéről volt alkalmam egy sajtótájékoztató keretein belül beszámolni. Ennek a tájékoztatónak a témája a Siófokot déli irányból elkerülő tehermentesítő út projekt elindítása volt. A szóban forgó út megépítése, nyugodtan mondtam, hogy egy rég várt és óriási lehetőség, amely valóban új lendületet adhat Siófok fejlődésének. A beruházás eredetileg már 2014-ben elindulhatott volna, ugyanis a tervek és a szükséges engedélyek már és az állami források biztosítottak voltak, azonban az akkor jóváhagyott nyomvonalat az érintett déli település részen lévő kis utcák lakóinak tiltakozása váltotta ki. Véleményem szerint jogosan, hiszen néhány nap leforgása alatt több mint 100-an aláírásukkal is jelezték, hogy az akkori nyomvonal számukra rendkívül kedvezőtlen, hiszen a forgalmat ráterhelte volna azokra a kis utcákra. Végül így a beruházás az nem indulhatott el. A következő fontos mérföldkő, ez a következő önkormányzati ciklusban volt 2017. szeptemberében, amikor az akkori testület, az újonnan választott testület, az új városvezetés ismét napirendre vette a kérdést. Véleményem szerint egy jóval helyesebb, kedvezőbb nyomvonalra tettek akkor javaslatot, ám azt is el kell mondani, hogy a szükséges tervek és az engedélyezési eljárások tekintetében sajnos nem történt előrelépés. A fejlesztési jelentőségét ismerve és pontosan felismerve, az elmúlt időszakban magam is számos tárgyalást kezdeményeztem, illetve folytattam le az ügyben, és ma már örömmel és biztosan mondhatom, hogy sikerült ismét napirendre venni a kérdést és elindítani a szóban forgó projektet. Örömmel számolok be róla, hogy néhány hónappal ezelőtt az ezzel kapcsolatos támogató kormánydöntés is megszületett, és az előkészítő munkához szükséges anyagi fedezetet is átutalta a kormány a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-hez. Ennek eredményeképpen kezdődhetett el a szakmai előkészítés, kezdődhet el a tervezés, és a környezetvédelmi tanulmányterv elkészítése is. Az elkövetkező hónapok feladata, hogy figyelembe véve a lakossági igényeket, az önkormányzat elvárásait és a szakmai szempontokat is megtörténhessen a lehető legmegfelelőbb nyomvonal kiválasztása, megtervezése, és reményeim szerint a városlakók és az arra rendszeresen közlekedők számára is egy optimális megoldás megtalálása. Az út nyomvonalának meghatározásában szerencsére jelentős költségcsökkentő tényező lehet két államilag finanszírozott nagy projekt is. Az egyik az úgynevezett szennyvíz projekt, amelynek az elmúlt éveknek a keretén belül Európa egyik legkorszerűbbnek nevezett, szakemberek szerint legkorszerűbbnek nevezett szennyvíz tisztító telepe került Siófokon átadásra. Az oda vezető szervizútnak az egyik szakasza kiváltható lesz gyakorlatilag a tervezett nyomvonal tekintetében. Ez jelentős költségcsökkentő tényezőként jelenhet meg a projektben. A másik ilyen tényező az pedig a Sió csatornának és a Sió zsilipnek a teljes rekonstrukciója, amely szintén folyamatban van, és ennek a projektnek a keretein belül a Siófok kiliti duzzasztó készültségi foga már több mint 93%-on van. Ez statikailag már úgy lett elkészítve, ez a duzzasztó, hogy a Sió csatornán történő átkelést is biztosítsa a gépjármű forgalom számára. Szeretném azt is kiemelni, hogy az elindított projekt 2014-ben komoly társadalmi ellenállást kiváltó és végül nem megvalósult tervekhez képest egy jóval komplexebb és nagyobb fizikai beavatkozást eredményező fejlesztés lesz, ugyanis a korábbi tervek egy új Sió híddal és csupán néhány száz méteres tehermentesítő szakasszal számoltak, illetve ezeknek a megépítéséről szóltak. Ezzel szemben itt egy 3,5-4 km hosszúságú, kétszer egysávos, több csomóponttal rendelkező egy Sió hidat, egy vasúti felüljárót, kerékpárutat és gyalog utat is magába foglaló komplex közlekedési fejlesztésről beszélhetünk. Nagyon bízom benne, hogy ez a beruházás valóban nagy előrelépés lesz Siófok, a siófokiak és az arra közlekedők számára egyaránt. Reményeim szerint a fejlesztés hatékonyan hozzájárul majd a városon áthaladó személy és tehergépjármű forgalom csökkentéséhez, és segíteni fogja a helyi úthálózat tehermentesítését. Közös sajtótájékoztatónkon arra kértem a NIV ZRT szakembereit, az eljáró hatóságokat és természetesen a siófoki önkormányzatot is, hogy lehetőség szerint mindent tegyenek meg a gyors, hatékony, gördülékeny együttműködés érdekében, mert a célunk nyilván az, hogy ezekből a tervekből minél hamarabb út is létesülhessen. Végezetül szeretném megköszönni a siófokiak eddigi türelmét, a kormánynak pedig a hathatós anyagi támogatást, amely nélkül ez a beruházás egészen biztosan nem valósulhatna meg Siófokon. Köszönöm megtisztelő figyelmet!